Több 10 millió forinttal esik el a Tolnai megye székhelye azért, mert az ENSZ-ek szervezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság külső személyeket bíz meg azzal, hogy projektmenedzseri feladatot lássanak el egyes pályázatok kapcsán. Erről az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján a Rádió egy műsorában beszélt Ács Rezső, a város polgármestere. Tudni kell, hogy ezek ilyen 6-7-500 000 forintos fizetés jelentenek havonta, tehát komoly összegekről beszélünk, és valós veszély az, hogy ezek a projektek sérülni fognak. Nem minden esetben az önkormányzat érdeke fog érvényesülni. Sajnos olyat is látok, hogy olyan program, például Zöld Város, vagy Orda fejlesztés éppen, amelyet az elmúlt ciklusban kezdtünk el, az nem fog megvalósulni, mert döntésképtelenek nem tudnak egyes kérdésekben döntést hozni. Augusztus 17-én döntött az ENSZ-ek szervezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság arról, hogy a Zöld Város projekt kapcsán külső személyt bíz meg az önkormányzat a projektmenedzseri feladatok ellátásával. Hasonló döntés született az ipari park fejlesztését célzó pályázattal kapcsolatban is. A város pályázatainak projektmenedzseri feladatait korábban az önkormányzat munkatársai látták el, jelentős bevétel termelve ezzel Szekszárnak. Ács Rezső szerint az, hogy most a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kiszervezi ezeket a munkákat, egyet jelent azzal, hogy Szekszár több 10 millió forinttól esik el. Nagyon rossz iránynak látom ezt a következő időszakra vonatkozóan. Én nagyon félek attól, hogy a város érdekei is érülni fognak, és a nagy projektek nem csak a mostaniak, hanem az újak is majd nem fognak elindulni, nem fognak megvalósulni, és a fejlesztésekben Szekszár le fog maradni. Ács Rezső Szekszár polgármestere legközelebb szeptember 4-én pénteken lesz hallható a Rádió 1-en.